Bár csak egy dal erejéig, de új Karnay vezényelte a Promuzika leánykart a vasárnapi koncerten. Kodály esti dalát ezúttal Hoppál Péter államtitkár dirigálta, aki eredeti foglalkozását tekintve Karnay. A rendezvényen a politikus Balogh Zoltán miniszteri elismerő oklevelét adta át Szabó Dénesnek, ezzel is elismerve a zenepedagógus munkáját. Az államtitkár ünnepi beszédében párhuzamot vont Kodály Zoltán és Szabó Dénes munkássága között. 2017-et Kodály születésének 135. évfordulója alkalmából az UNESCO Kodály évvé nyilvánította. A kormányzat a jubileum kapcsán a zenekultúra fejlesztését célzó programot indít, amelyre 1,5 milliárd forintot fordítanak majd. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kodályi örökséget, ami átszövi a magyar iskolarendszert, ha helyesen állunk az örökségéhez, akkor úgy tekintünk rá, mint erőforrásra, mint egy olyan eszközre, amely az éneklés, a közös éneklés, a többszólamú éneklés, a kodály módszer improvizatív kreativitásra bátorító eszközein keresztül az összes tantárgy elsajátító képességére pozitívan hat. Tehát, ha jól gondolkodunk, a kodály módszer immáron UNESCO világörökségi védettségű kodály módszer helyes hazai interpretációján, akkor elzarándokolunk az ilyen mesterekhez, mint amilyen Szabó Dénes, és a mostani fiatal tanár nemzedék eltanulja a mestertől tanítványként, hogy hogyan kell a gyerekek teljes közösségének élményszerűvé tenni. A hangversenyen az ünnepeltet köszöntötte Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, aki elmondta, Szabó Dénes szakmai sikerei mellett emberségével, lokálpatriotizmusával is példaként szolgál. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, ezüst emlékplakettet adományozott a Liszt-díjas Karnaynak. Köszöntőjében elmondta, a Kantemusz gyermekkar alapítója mindig különös gondot fordított a megyére, a legkisebb településre is elvitte a kórus muzsikát. A kórusok országos tanácsa nevében Berkesi Sándor Karnay mondott köszöntőt, melyben hangsúlyozta, a világhírű kórusban felnevelkedő gyerekek Szabó Dénes lelkiségét viszik tovább. Az ünnepelt úgy érzi, bár 70 esztendős, mégis korai még összegzést készítenie. Számos terve van a jövőre nézve. Én abba bízom, hogy néhány éven belül eredeti elképzelésünkhöz hasonlóan itt mégiscsak létrejön egy hivatásos énekkar, akiknek az életük arról szól, hogy ezt a kodály örökséget, a Kantemus örökséget most már főállású képpen ilyen öntudattal végezzék. Az, hogy valaki ott adja a családját és eljön énekelgetni, hosszú távon nem biztos, hogy ez így biztosítható. Az utánpótlás nagyszerű, ez ma este is kiderült, akár a tagokat, akár a karvezetőt tekintve, abszolút megvan. Most rajtunk áll, meg tudjuk-e szervezni azt, hogy itt ez a hát szinte utánozhatatlan színvonal, ez megmaradjon, sőt, akkor tudunk még tovább lépni, hogyha ez egy megfelelő anyagi támogatást élvez, és megkapja azt a lehetőséget, hogy itt fizetett énekesek énekeljenek. A koncert műsorán Kodály Zoltán művei csendültek fel a Kantemus kórus családtagjainak előadásában a Zuglói Filharmónia zenekarának közreműködésével.